fennállásának 20. évfordulóját ünnepli az idén az Alapáti Boróka Néptánc Együttes. Táncra kelve címmel állítottak össze műsort a jubileumra. A fellépés alatt olyan tájegységek táncaiból válogattak, mint Kalotaszeg, Délalföld, Moldva és a Szilágyság, de természetesen Zala sem hiányozhatott a sorból. A táncegyüttes vezetését 2003-ban vette át Kismolnár István, az elmúlt 20 évben pedig nem csak a térségben, hanem az ország számos pontján és külföldön is megismerték a nevüket. A felnőtt tánccsoport mellett gyerekek is vannak, tőlük egy lakodalmast láthatott a közönség. A művészeti vezető vallja, a néptánc nem csak a közösségépítés és a mozgás jótékony hatásai miatt fontos, hanem identitást is ad azoknak, akik művelik.